Józsefvárosi kultúráért díj kitüntetésben részesül a Premier Kult Café is, a díjat Kárász Róbert az alapítvány és a Premier Kult Café vezetője veszi át. Én pedig mesélek egy kicsit róluk. A Fogadj Örökbe egy Macit alapítványt 2012-ben hozta létre az alapító Törőcsik Maria, nemzetszínésze és Kárász Róbert azzal a céllal, hogy munkahelyteremtéssel támogassák a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációját. Magyarországon a megváltozott munkaképességűek mindössze 15-20%-át foglalkoztatják, ezen az arányon szeretne az alapítvány javítani. Ezért jöhetett létre a Premier Kult Café, az a kávézó és egyben közösségi és kulturális központ, ahol fogyatékossággal élők számára biztosítanak munkahelyet, támogatva ezzel az önálló életvitelüket, be- és visszailleszkedésüket a társadalomba. Céljuk, hogy a munkaadókat ösztönözzék a fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazására, és hogy szemléletformálással támogassák egy befogadó társadalom megvalósulását. Gratulálunk! Gratulálunk még egyszer, kérem foglalja helyet, önök pedig tekintsenek meg egy rövid kisfilmet a Premier Kult Caféről. Amikor az ember egy hasonló feladatot végez, akkor természetesen egy díj, akár egy ilyen típusú díj, egy nagyon jó visszaigazolás. Büszkék vagyunk rá természetesen. De fontos hangsúlyozni, hogy egy olyan alapítvány sincs szerintem, mi sem ilyenek voltunk, akik azért kezdték volna ezt, hogy majd egyszer kapunk érte valamilyen elismerést, hanem ez azért jó, mert hogy minden nap, ugye amikor majd ide bejövünk a díj átadása után, és el tudjuk mondani, hogy srácok, na ezért például érdemes volt csinálni, hogy megkapjunk egy ilyen díjat. Alapvetően én ezt a programot 2012-ben találtam ki, és nagyon örültem. Persze vérzett is a szívem, hogy bezárták a Vörösmarty mozit, de azt mondtam, hogy egy sokkal jobb projektet tudok belőle csinálni, mint amilyen a Vörösmarty mozi volt, ami már nem csak egy mozi, hanem egy olyan közösségi, kulturális tér, egy kávézóval kiegészítve, ahol fogyatékossággal élő emberek számára adunk munkát. Itt vagyunk tehát Magyarország legnagyobb alapterületű fogyatékosságbarát közösségi kulturális terében, a Premier Kult Caféban, a Józsefvárosban, a 8. kerületben, amit 2016. március 9-e óta bárki látogathat, aki szeretné egy kicsit egyébként megismerni közelebbről a fogyatékossággal élők világát, annak pont itt van a helye. A mi életünkben nagyon fontos szerepe van például annak, hogy a mi vendégeinknek a zöme, a többsége az ugye egyetemista. Miért? Mert a lokációnkban, a környezetünkben ugye három egyetem is van, a Pázmány, a Károli és az ELTE. Tehát hozzánk nagyon sok fiatal jár, és nagyon jó iskola nekik és nekünk, hogy egymást segítjük, egymást tanítjuk. Például ez egy érzékenyítő tréningként is felfogható munkahely, ahol mindenki tanít mindenkit egy kicsit az elfogadásra és az esélyegyenlőségre. Nekem a munkám, sőt a privát életem nem köt ehhez a kerülethez, a Józsefvároshoz azonban életem egyik legfontosabb programja és projektje kör, az pedig ugye a Fogadj Örökbe egy Macit alapítvány, illetve ugye a Premier Kult Café. Tehát, hogy nekünk ugye most már Józsefváros, a 8. kerület 2016 óta egy végtelenül fontos helyszín. Én minden nap itt vagyok, én minden nap ide járok ugyanúgy bedolgozni, mint egy rendes munkahelyre, és az egy teljesen szuper dolog, hogy a vendégeink, a kávézónkban dolgozók, fogyatékossággal élő dolgozók például egy jó lokációban, egy jó kerületben vannak. Ugye a Premier Kult Caféban, ezen a helyen, ami ugye a Vörösmarty mozi helyén épült, 13 fogyatékossággal élő dolgozó jön minden nap megmutatni magát, hogy mire képes. Vannak köztük autisták, értelmisérültek, hallásérültek és Down-szindrómások. Nekik is nagyon boldog napokat szerzünk és éveket szerzünk azzal, hogy itt dolgozhatnak, és ez a mi életünkben, a mi kollektívánk életében is, bármennyire is furcsa és hihetetlen, de egy hatalmas nagy örömforrás, hogy látjuk azt a nagy örömet, amit ugye mi adhattunk nekik azzal, hogy van egy fantasztikus munkahely.
Én mindenkit arra biztatok, nem csak az országban, nem csak Budapesten, hanem itt a Józsefvárosban is, hogy ismerjék fel ezeknek a helyeknek a fontosságát, a létjogosultságát. Ne csak, hogy beszéljenek róla, hanem mi mindig szerettünk volna egy kicsit mintát adni, mutatni vállalkozásoknak, cégeknek, hogy érdemes, sőt, kell olyan munkahelyeket csinálni, ahol dolgoznak fogyatékossággal élő kollégák, vagy megváltozott munkaképességű emberek. Régen ez egy mozi volt, de mi a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ez legyen több, mint egy mozi. És azért nagyon fontos volt, hogy az átalakítás során, ami persze sok-sok pénzbe került, kapjon helyet ebben az egykori moziban egy kávézó, egy rendezvényterem, és úgy, hogy megőrizzük mellette a mozi funkciót is. Úgyhogy itt van egy kultúrplac, egy mozi és egy kávézó. Három nagyon fontos feladatot látunk el. Egy nagyon nagy csapattal dolgozunk itt. Ugye nagyon-nagyon fontos azt hangsúlyoznom, hogy bár a programot annak idején én találtam ki, egy fő motorja vagyok ennek, de én sem tudnék természetesen most már dolgozni, működni, előrelépni egy olyan bitangerős csapat nélkül, mint ami mondjuk itt a Premier Kult Caféban jelen van. Mi egy nagy család vagyunk. Hangsúlyozom azt, mi már nem is úgy dolgozunk egyébként, mint egy munkahely, hanem olyanok vagyunk, mint egy nagy család, amiben van körülbelül 20 családtag. 13 fogyatékossággal élő ember, akik fantasztikusak, és 6-7 olyan kollega, akik ugye az egész alapítványnak a működését, a Premier Kult Cafénak a működését irányítják, vezetik. Így dolgozunk mi, és ennek a 20 embernek egy végtelenül jó és fontos visszaigazolás az, hogy most ezt a díjat megkapjuk.